Török-magyar együttműködés 4 tagú delegáció látogatott múlt szombaton városunkba a törökországi Gazipasa városából. Stratégia. A városi fejlesztési terv dokumentum kidolgozásával kapcsolatban gyűltek össze a Városházán. Olimpikon. Lerasztó Dávid úszó világbajnok tett látogatást a közelmúltban a Bánaladár általános iskolában. Tisztújítás. Új elnöke van a Várpalotai olimpiai baráti körnek. Izgalmas totó villámkérdések. 8. alkalommal került megrendezésre a megyei környezetvédelmi vetélkedő a Vegyészeti Múzeumban. Élvonalban. A tabella első helyére került a VBSK asztali tenisz szakosztálya. Ez a Hírmozaik, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Kulturális és gazdasági téren is együttműködhet Várpalota és a törökországi Gazipasa. A hétvégén 4 tagú török delegáció látogatott városunkba, hogy egyeztessen a testvérvárosi szerződés a részleteiről. A tengerparti város polgármestere Adil Celik komoly lehetőséget lát a két település partnerségében. A tervek szerint a testvérvárosi szerződés aláírására ősszel kerülhet sor. 4 tagú delegáció látogatott múlt szombaton városunkba a törökországi Gazipasa városából. A küldöttséget Talabér Márta polgármester és Falusi Sándor, a gazdasági bizottság elnöke fogadta a turivár előtt. Adil Celik, az anatóliai öböl partján fekvő mintegy 50 ezer fős törökváros polgármestere, Sefkit Gülcan városi képviselő, Güven Dirmencolu polgármesteri asszisztens és Oszmán Güzel tolmács társaságában érkezett a hétvégére Várpalotára, hogy egyeztessen a testvérvárosi szerződés részleteiről. Talabér Márta polgármestertől megtudtuk, Kovács Kata, az ELTE néprajz török szakán tanuló várpalotai lány törökországi kapcsolatai révén érkezett a megkeresés az önkormányzathoz a testvérvárosi kapcsolat ügyében. Kovács Kata, aki most is segítségünkre van a 2 nap folyamán, jött azzal a megkereséssel, hogy az egyetemen egy török tanár vetette fel, hogy egy hozzánk hasonló nagyságú városból érkezett, és esetleg lenne részünkről fogadókészség egy testvérvárosi kapcsolatra. Azt gondolom, hogy nyitottnak kell lennünk, és mindenekután ő helyben megkereste a saját polgármesterét, és kaptunk egy meghívást, illetve kinyilvánította az érdeklődését. Februárban tettünk egy 2 napos látogatást, most pedig ők viszonozzák, és akkor a két első élmény után eldöntjük közösen, hogy szeretnénk-e testvérvárosi kapcsolatot létesíteni egymással. Az alanyától mintegy 70 kilométerre fekvő Gazipasa jelentős mezőgazdasági termeléssel bír, és az utóbbi években nagymértékű idegenforgalmi fejlesztésekbe kezdett. A tengerparti város polgármestere komoly lehetőséget lát a két település partnerségében. A tárgyalásokra való felhatalmazást meg is kapta város a képviselőtestületétől. Nagyon örültünk a megkeresésnek és annak, hogy a török-magyar barátságot új alapokra helyezhetjük. Noha a történelem során voltak konfliktusaink, a két nemzet barátsága nagyon fontos számunkra. Várpalota lehet Gazipasa, első európai testvérvárosa. Nagy lehetőséget látunk a két település partnerségében. Várpalota elsősorban kulturális vonalon, de gazdasági téren is szeretne együttműködni az idegenforgalmi és mezőgazdasági szempontból is igen komoly potenciállal bíró Gazipasával. Én nagyon örülnék, hogyha lenne gazdasági kapcsolat is, de azt a nagy távolság miatt egy kicsit nehéz megvalósítani. Ez egy fantasztikus dolog lenne, hogyha azokat a mezőgazdasági termékeket, amikkel ők rendelkeznek, ide tudnánk hozni, vagy itt akár bármilyen módon ezzel tudnánk foglalkozni, mert egészen le voltunk nyűgözve tényleg, amikor kint jártunk, hogy milyen eper, narancs, mandarin, nem is sorolom tovább, mi minden finomsággal rendelkeztek, de egy újabb nagy fejlesztés előtt áll a várunk, és szeretnénk, hogyha annak lenne egy keleti kultúrát bemutató része is, és ebben mindenképpen szeretnénk velük együttműködni, illetve ha ez meg tud valósulni, akkor felkérni őket arra, hogy a török kultúrát, a keleti kultúrát bemutató rész létrehozásában legyenek a segítségünkre. A török delegáció tagjai szombat délelőtt a turivárat járták körbe,
Megtekintették többek között a legutóbbi fejlesztés eredményeit, a megújult várudvart és az alaksori részben kialakított kínzókamra bemutató helyet és kamaratermet is. A várban tett látogatás után a polgármesteri hivatalban a képviselőtestület tagjaival találkoztak, majd délután a Herendi porcelán manufaktúrával ismerkedtek meg. Vasárnap veszprémi városnézés és balatoni sétahajózás szerepelt a török delegáció programjában. A török fél nagyon elhivatott a testvérvárosi szerződés mielőbbi aláírását illetően, amire a tervek szerint ősszel kerülhet sor. A várpalotai területfejlesztési koncepció kidolgozásának aktuális fázisáról egyeztettek múlt héten a polgármesteri hivatalban. A város elkövetkezendő éveit meghatározó fejlesztési stratégiát a Középpannon Regionális Fejlesztési ZRT által vezetett konzorcium dolgozta ki, szorosan együttműködve a helyi önkormányzattal, cégekkel és intézményekkel. A terv dokumentumot azért kell elkészíteni, mert ennek a megléte a feltétele a jövőbeni Európai Uniós kohéziós és strukturális források lehívásának. Mi is ez az integrált településfejlesztési stratégia? Az elkövetkezendő évekre vonatkozó várpalotai fejlesztési irányokat magában foglaló terv dokumentum első szakaszának kidolgozása ügyében gyűltek össze városi cégek és intézmények képviselői múlt héten. A munka még ez év januárjában kezdődött a Belügyminisztérium által támogatott szakértő cégcsoport közreműködésével. Az elmúlt hónapokban egy meglehetősen alapos, számos területre kiterjedő helyzetelemző fázisnak az zárásához érkeztünk el a mai nappal bezárólag. És a mai tanácskozásnak, a mai megbeszélésnek a célja tulajdonképpen nem más, mint az ez idáig elért eredményeknek a bemutatása, azoknak a város képviselői elé tárása, és még egy utolsó lehetőségként, utolsó pillanatként az ahhoz kapcsolódó véleményeknek a megismerése, azoknak az irányoknak a megismerése, amelyeket a város reprezentánsai, a város képviselői a város számára kijelölnek az elkövetkezendő esztendők számára. A Közép-Dunántúl valamennyi járás központjában, így Várpalotán is a Középpannon Regionális Fejlesztési ZRT által vezetett konzorcium végzi a tervezési munkálatokat, együttműködve a járásközpontok képviselőivel, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és civil szervezetekkel. Reményeink szerint ez a helyzetelemző szakasz, ahogy említettem, ennek a hónapnak a végére lezárul, és május feladata lesz, amikor a célrendszert, illetve a beavatkozási területeket is kijelöljük. Ezt követően a kötelező közigazgatási egyeztetésen esik keresztül ez a tervdokumentum, illetve a városképviselő testület elé is tárjuk június hónapban, és június hónapnak a végére reményeink szerint június 27-ig bezárólag pontot tehetünk ennek a munkafolyamatnak az egyeztetési fázisának a végére. Ezt követően a nyár folyamán, július-augusztus során egy a szakminisztériumokkal való egyeztetésen esik keresztül még ez a dokumentum, és augusztus végén zárul, és reméljük, hogy augusztus végén egy végleges városfejlesztési stratégiát tudunk a város polgárai, a város szervezetei számára átadni. Térbeli 2014 és 2020 közé esik az Európai Unió tervezési és programozási időszaka. Ez azt jelenti, hogy a támogatott országok számára, beleértve Magyarországot is, újra megnyílnak azok a kohéziós és strukturális források, amik 2007 és 2013 között is rendelkezésre álltak. Ahhoz, hogy ezek a források lehívhatóak legyenek, a támogatásban részesülő országoknak tervdokumentumot kell készíteniük a források felhasználásáról.